Tisztelt lakosaink, kedves vendégek! Szeretettel meghívjuk Önöket a 19. Szent István napi ünnepségekre, amelyekre 2017. augusztus 18-ától 21-jéig kerül sor. Ebben az évben is színes és gazdag programmal várunk mindenkit. A búcsúi véradás évek óta elmaradhatatlan része a Szent István napi ünnepségeknek. Idén kicsit hamarabb, augusztus 15-én, kedden reggel 8 órától várjuk az önkéntes véradókat a faluházban, és köszönjük, hogy segítenek. Az ünnepség sorozat augusztus 18-án pénteken 15 óra 30 perckor veszi kezdetét ünnepi képviselőtestületi üléssel a faluházban. Az ülésen átadásra kerül a Tardosked község díszpolgáradíj, a faludíj és a polgármesteri díj. 16 óra 30 perckor Szabó Imre és Birkus Magda könyvének keresztelőjére hívjuk Önöket, utána 17 órától Buják Vince és Mészáros Imre közös kiállítás megnyitóján vehetnek részt. 17 óra 30 perckor kerül sor a koszorúzási ünnepségre a Szent István szobornál, majd 18 óra 30 perckor emlékfa ültetése lesz a Környe és Tardosked testvértelepülési kapcsolat 10. évfordulójának alkalmából. Az esti órákban mindenkit sok szeretettel várunk a szabadtéri színpadnál, ahol 20 órától koncertsorozat kezdődik. Fellépnek Kis Grófó, Peter Schrámek és Horváth Csárli. A belépődíj elővételben 7 euró, a helyszínen 9 euró. 6 éves korig ingyenes a belépés. A jegyek már kaphatók a községi hivatal egyes számú irodájában és a faluházban. Augusztus 19-én szombaton a Felvégi Parkba hívunk minden érdeklődőt, ahol reggel 8 órától délután 13 óráig tartanak a programok. Lesz szabadtéri főzőverseny, gyerekparadicsom, Badizorbing nagyoknak, Vem Kamara Capoeira bemutató, a Viva Tánc stúdió műsora. 10 év képekben címmel bemutatkozik környekösség, és tanulni lehetnek az Ízes Tardosked könyv keresztelőjének. 9-től 12 óráig tart a 3. Szent István napi futóverseny. 10-től 14 óráig közlekedik községünk utcáin a falu néző kisvonat. Délután 14 órától a Szikora György sportpályán a Tardoskedi ifjúsági csapat Illésházával találkozik bajnoki labdarúgó mérkőzésen. 15 órakor az Alvégen megnyitja kapuit a bor és sörudvar, valamint a kézműves vásár. 16 óra 30 perckor kezdődik a folklórcsoportok hagyományos felvonulása a termálfürdőtől a Szent István téren át az Alvégig. Itt 17 órakor a 19. folklórfesztiválon bemutatkoznak a helyi és meghívott folklórcsoportok. 17 órától B csapatunknak szurkolhatnak, aki bajnoki futballmérkőzésen kürttel játszik. 20 órától a Varjós Zenekar népzenei koncertje veszi kezdetét. 21 órakor utcabál lesz a szabadtéri színpadnál, belépő 2 euró. Augusztus 20-án vasárnap 10 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent István templomban. Délután 16 órakor a helyi termálfürdőben a Teáter Komika produkcióját nézhetik meg. 17 órakor A csapatunk Óbas játékosaival találkozik bajnoki futballmérkőzésen a Szikora György stadionban. 19 órától a Lokomotív Revival Band koncertjén lehet majd szórakozni az Alvégen. 21 órától a Premier zenekar koncertezik. Egész nap lesz kirakodóvásár, búcsú, bor és sörudvar. Augusztus 21-én hétfőn egész nap várjuk Önöket a kirakodóvásáron és a hagyományos búcsúban. A programok este kezdődnek. 20 órakor retro diszkó lesz a termálfürdőben DJ Csekuval. 21 órakor fénysót láthatnak, végül 22 órakor Szent István napi tűzijáték zárja a több napos rendezvénysorozatot. Tisztelt lakosaink, kedves vendégek! Sok szeretettel várjuk Önöket az idei Szent István napi ünnepségeken, és élményekben gazdag szórakozást kívánunk!